Táplálék allergia kivizsgálása egy rendkívül bonyolult feladat, és az állatorvost is, de leginkább a tulajdonost erejét és tűrőképességét feszegető kérdés. Tudnélék, nincsenek azonnali, vagy legalábbis majd itt az elején, nincsenek azonnali válaszok arra a kérdésre, hogy mi okozza, mely eleség típus, mely eleség összetétel vagy összetevő okozza az allergiás megbetegedését az állatnak. A legkonzervatívabb és egyben rendkívül megbízható megoldás a diagnosztikában az úgynevezett eliminációs diéta. Ez azt jelenti, hogy kiválasztunk egy olyan fehérjeforrást, amellyel vélhetően korábban nem találkozott még az állat, és egy olyan szénhidrát forrást, amely kevéssé allergizál, vagy pedig kiválasztunk egy olyan tápot, amely kifejezetten erre való, erre gyártják, és elkezdjük ezzel etetni az állatot. Fontos azt tudni, hogy minden tápváltás csak fokozatosan jöhet létre, nagyjából kb. 3-5 nap alatt kell átmenetet biztosítani az állatnak, ameddig megszokja az új tápot. Ezt a monodiétás, fehérje szempontból mindenképpen monodiétás tápot 6-10 hétig kell etetni, és akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a tünetek szép fokozatosan csökkennek, akár teljes mértékben meg is tudnak szűnni. És akkor van egy olyan alaphelyzetünk, amely alkalmas arra, hogy válaszokat kapjunk a kérdéseinkre. Előfordulhat, hogy csak annyi választ szeretnénk, hogy egyáltalán táplálék okozta allergiás tünetekkel állunk-e szemben, tehát az egész allergiás megbetegedésnek az eleség-e az oka, akkor egy úgynevezett kihívó diétát alkalmazhatunk a 6-10 hetes monodiéta etetése után, visszaadjuk neki abban a pár nap átcsúsztatásra, amiről már beszéltem, visszaadjuk neki az eredeti eleséget, amit eddig evett, amire úgy gondoljuk, hogy allergiás. Ha ez az átváltása vagy visszaalakulása az étrendnek azonnal kiváltja az allergiás tüneteket, akkor azt a választ megkaptuk, hogy eleség allergiával küzdünk-e vagy nem. Ennél szofisztikáltabb és bonyolultabb választ tudunk kapni, hogyha nem ezt a kihívó diétát alkalmazzuk, hanem úgynevezett provokációs diétát. Ez azt jelenti, hogy megvan az alaphelyzetünk, az állat monodiétával van etetve már 6-10 hete, és megszűntek a tünetei, és 2-3 hetente egy-egy újabb fehérje forrást adunk a kutyának. Mondok egy példát. Mondjuk őzhús alapú a diétája, amit főtrumplival adtunk eddig, ez így teljesen megszüntette a tüneteit az állatnak, és tojást adunk 2-3 hétig folyamatosan ehhez a tápegyütteshez. Ha nincs rá semmiféle reakció, akkor a tojást elvesszük, és adunk egy másik fehérjeforrást, mondjuk a csirkehúst, vagy bármi mást. A lényeg az, hogy mindig egyet kell hozzáadni, és azt 2-3 hétig etetve figyeljük, hogy a reakció az van, vagy nincs. Tehát kialakulnak-e a tünetek, vagy nincsenek tünetek. Ez egy nagyon fontos kérdés azért, mert ez valódi és korrekt válaszokat ad arra a kérdésre, hogy mire allergizálódhat a kutya. Azért mondtam az elején, hogy ez egy időt és energiát próbáló módszer, mert hogy akár fél év is beletelhet, ameddig össze tudjuk állítani azon fehérjék listáját, amire allergizálódott az állat. A szénhidrátok is gyakran okoznak allergiát, ezért a szénhidrát forrása az ilyen eliminációs diétánál az is fontos. A főtt krumpli az egy jó megoldás, a tojásmentes tészta is egy jó megoldás. A rizs már talán kevésbé ajánlható, mert a rizsre kialakuló allergiák azok is olyan 10-12%-ban szerepet szoktak játszani a táplálék okozta allergiában, tehát ezt érdemes figyelembe venni. Van egy egyszerűbb megoldás az eliminációs diétánál, amely szintén nem tökéletes abból a szempontból, hogy azok a válaszok, amiket ezzel a teszttel kaphatunk, azok gyakran picit pontatlanok, de jó közelítéssel megfelelnek annak a diagnosztikus igénynek, amit támasztottunk vele szemben. Itt egy vértesztről, egy vérből készült tesztről van szó. Ez
rendkívül idő spórolós dolog, hiszen leveszünk egy vért, a megfelelő laborba továbbítjuk, amely most már Magyarországon is feldolgozásra kerülhet, nem csak Németországban vagy Amerikában, mint korábban, hanem magyarországi laborokba is el tudjuk most már küldeni. És ezekből a levett vérekből az IgE szint alapján, tehát a különböző immunológiai reakciók alapján egy listát állítanak föl a tekintetben, hogy a különböző fehérje forrásokra van vagy nincs allergiás reakció az állat szervezetében. Ez egy gyors megoldás, viszonylag drága megoldás, hiszen ezek a laborvizsgálatok igen borsos áruak, viszont hamar adnak választ ezekre a kérdésekre. Fontos tudni, hogy mind a két, akár melyiket is választjuk, tehát a vértesztet, vagy pedig az eliminációs diétát, gyógyszeresen mind a kettőnek az eredménye befolyásolható. Tehát, hogy az állat olyan mértékben tünetes, hogy gyógyszerelni kell ahhoz, hogy az élet elviselhető legyen számára, az az időszak nem lesz alkalmas, sem az eliminációs diétának a lefolytatására, sem pedig a vérteszt elkészítésére. Tehát én azt javaslom, hogy az olyan időszakokban készítsünk tesztet, vagy olyan semleges időszakban próbáljunk vértesztet, vagy eliminációs diétát alkalmazni, amikor a tünetek csekélyek, vagy éppenséggel nem láthatók az állaton.